Kezdetét vette a nyertes pályázatok megvalósítása, sajtótájékoztatót tartottak a Mici Mackó bölcsödében. Jótékonyság és országos verseny első alkalommal szervezte meg a Pulzus TSE az országos megmérettetést. Főszerepben a kutya, a macska és az ember kapcsolata, megtartották a Nyugdíjas Egyetem márciusi előadását. Köszöntöm Önöket, a Moson-Magyaróvári Városi Televízió híradóját látják. Sajtótájékoztató keretein belül jelentették be, hogy összességében mintegy 720 millió forint lesz az az összeg, amiből bölcsödefejlesztések valósulhatnak meg a térségben. A nyertes pályázatoknak köszönhetően ténylegesen megkezdődtek a Moson-Magyaróvári Mici Mackó bölcsöde bővítésének munkálatai is. Elkezdődtek a területi operatív program nyertes pályázatainak megvalósításai, aminek első lépése a Mici Mackó bölcsöde bővítése. A sajtótájékoztatón elsőként Árva István szólalt fel, aki elmondta, egy ilyen beruházás sok munkát igényel, mind az előkészítő munkálatoknál, mind a kivitelezésnél. A polgármester kiemelte, nagy öröm, hogy a bölcsöde új épületének munkálataira a helyi Óvár építőipari Kft. Adta a legjobb ajánlatot. Rendkívül modern épület készül, többi köz geotermikus fűtéssel és napelemmel. Mint a polgármester fogalmazott, aki ilyen fejlesztésbe kezd, az a jövőnek épít. Aki bölcsödét épít, az bízik a jövőben nyilván, tehát abban bízik, hogy egyrészt meg tudjuk tölteni kisgyermekekkel, másrészt pedig azoknak a kisgyermekes családoknak, akik ezt a szolgáltatásunkat igénybe veszik, lehetőségük és módjuk nyílik arra, hogy a munkavilágában visszatalálva, főleg itt a kisgyermekes édesanyákra gondolok, Moson-Magyaróváron megtalálják a számításokat, úgyhogy egy bölcsődeépítés ilyen szempontból sokat mondó. A sajtótájékoztatón részt vett Nagy István, aki főként a térségben tervezett bölcsödei tevékenységekről beszélt. A tervek szerint korszerűsítések lesznek a János Somorjai bölcsödében, ahol új játékok, berendezések kapnak majd helyet. Lébényben új két csoportszobás bölcsöde épül, valamint Halászin egy két csoportszobás környezetbarát energiatakarékos létesítményt hoznak majd létre, ami kiszolgálja majd a környező településeket is. Emellett új bölcsöde épül Győr-Újfalun, és az öttevényi egycsoportos bölcsőde is bővül még egy csoporttal. Moson-Magyaróvári bölcsőde fejlesztése, az aki sarok már egészen jól alakul, hiszen én emlékszem akkor, amikor ennek az épületnek a sorsa az önkormányzat előtt volt, és el akartuk adni, és mást akartak belőle kivitelezni, és hála Istennek, hogy megmaradt, sőt most már a következő szomszéd is ugye bölcsőde lesz. Most mintegy 174.523.151 forintért lesz ez a beruházás. Nagy István úgy fogalmazott, ezek a beruházások jelzik, hogy komoly munka folyik annak érdekében, hogy az egész térségben a szülők biztonságos és komfortos intézménybe tudják elhelyezni gyermekeiket. Az eseményen részt vett Németh Tímea, a Moson-Magyaróvár Egyesített Bölcsödék Intézményének vezetője is, aki elmondta, a Mici Mackó bölcsöde új épületében a tervek szerint egy sószoba és egy fejlesztő szoba is helyet kap majd, ahol a megfelelő szakemberekkel fogják biztosítani a bölcsöde magas szintű működését. Sajnos a várról is az évek alatt egyértelműen bebizonyosodott, hogy jelentősen nem tudjuk csökkenteni a meglévő helylétszámunkkal, úgyhogy nekünk ez egy nagy lehetőség, hiszen a 26 férőhelyen egy két év alatti 12 férőhelyes csoportot és két év fölött 14 kisgyermek elhelyezését tudjuk biztosítani. A szülők egyre gyakrabban választják a bölcsődei ellátást, miután visszatérnek munkahelyükre. Nagy igény van még az egy-két órás gyermekfelügyeletre is, amire szintén lehetőség lesz majd az új létesítményben. Az új épületet várhatóan az év második felében vehetik majd birtokba a gyerekek. Szombaton a Táncé volt a főszerep az UFM arénában, ugyanis első alkalommal szervezte meg a Pulzus TSE az UFM Óvár Kupa országos akrobatikus rock'n'roll pontszerző táncversenyt. Az esemény jó célt is szolgált, ugyanis a tombolából befolyt összegből a Hospice segítőkéz alapítványt támogatták, összesen 185 ezer forinttal. Nyújtanak, gyakorolnak és közösen szurkolnak csapattársaiknak az akrobatikus rock'n'roll táncosok az UFM arénában. Ezúttal egy különleges versenynek biztosított helyet a sportlétesítmény, ugyanis először szervezték meg az UFM Óvár Kupa országos akrobatikus rock'n'roll pontszerző táncversenyt. A
versenyre összesen 5 kategóriában serdülő junior, valamint felnőtt páros, illetve junior és felnőtt nagyformáció kategóriákban jelentkezhettek a táncosok. A megmérettetés főszervezője a Pulzus TSE volt, az egyesület pedig a tavalyi évben hasonló sikerrel rendezte meg a területi fordulót. A tavalyi verseny sikeres megrendezésének és a új vonzó sportcsarnok sikerének köszönhetően kapott meg idén egyesületünk. A jótékonysági rendezvény támogatottja a Hospice Segítőkéz Alapítvány Mosonmagyaróváron, illetve a verseny tétje pedig a versenyzők számára a nemzetközi versenyekre történő kvalifikáció megszerzése. A selejtezők és elődöntők után aztán a Mosonmagyaróvári ütőegyüttes és a csapatok bevonulásával megkezdődött a hivatalos megnyitó is. Elsőként Nagy István köszöntötte az összegyűlteket, aki megköszönte a szervezők munkáját, majd kiemelte. A Pulzus TSE-nek sikerült egy olyan rendezvényt megszerveznie, amire méltán lehetnek büszkék, nem csak ők, hanem a város lakói is. Az államtitkár mindemellett a sport és a tánc fontos szerepét emelte ki beszédében. Én azt kívánom nektek, hogy ez a jókedv, ami rajtatok van, és uralkodik bennetek, ez maradjon meg, mert akkora kincsetek van, hogy így tudtok táncolni, hogy ilyen erőnlétben vagytok, amelyre méltán lehettek büszkék. És higgyétek el, mi itt a városban arra a tevékenységre, amit nekünk a Pulzus TSE jelent, arra mi nagyon-nagyon büszkék vagyunk, hiszen láthatjátok, hogy a legkisebbtől a legnagyobbig itt van mindenki. Szintén az esemény vendége volt Iváncsics János, aki köszöntőjében elmondta. A Városi Sportgálán minden évben több száz díjat osztanak ki azoknak, akik sikeresen szerepelnek országos és nemzetközi versenyeken. Ezeknek a díjaknak jelentős részét a város táncosainak adhatják át, köztük is kiemelten a Pulzus TSE tagjainak. Talán ezek az eredmények és a kitartó munka vezetett oda, hogy tavaly egy nagyon komoly területi döntőt tudtak megszervezni itt, szintén ebben a sportcsarnokban, Püspöki Szabina, Bognár Csabi, idősebb és ifjabb. És hát valószínűleg az jól sikerülhetett, és a kitartó munka azt eredményezte, hogy idén az országos versenyt is megkapta városunk, illetve a Pulzus Sportegyesület. A köszöntőket követően aztán kezdetét vette a döntő is, a táncosok pedig nemzetközi versenyekre szerezhettek kvalifikációt az eseményen. Ismét megtelt az egyetem fár épülete múlt hét csütörtökön, ugyanis következő alkalmához ért a népszerű nyugdíjas egyetem. A programsorozat legutóbbi részében Egri Boris, egyetemi tanár tartott előadást, Kutya-macska-ember intimitások, avagy Tévedések szomorú játéka címmel. A tavaszi szemeszter második előadásához ért a népszerű nyugdíjas egyetem. Ezúttal a kis kedvencek, kutyák, macskák és az ember kapcsolatának határairól, fertőzésekről és azok átterjedéséről, sztereotípiákról beszélt dr. Egri Boris a szépkorúaknak. Én amióta állatorvos vagyok, nagyon szeretem azt a határterületet, ami az ember és az állatok között van, mind betegségek, mind pedig állatokról emberre terjedő betegségek tekintetében, és ezért összegyűjtöttem 5 olyan sztereotípiát, amelyeket az emberek hajlamosak az életük során használni, ezzel mintegy felmentve magukat attól, hogy teljes mértékben megvédjék azon betegségektől, amelyeket a legkedvesebb állataiktól tudnak összeszedni. Már az emberi élet kezdeténél oda kell figyelni arra, ha a kisgyermek egy háztartásban, egy légtérben van a házi állattal. Sokan úgy gondolják, hogy nagyon aranyos látvány, ha egy baba és egy kiskutya vagy kismacska összebújva fekszenek, ám sajnos ez nagyon sok lehetőséget ad az esetleges átfertőződésre. Ha már tipegő kisgyermek van a házban, kiemelten szükséges odafigyelni a kölyök állatszoba tisztaságára is. Az előadáson szó volt többi közt arról is, hogy ruháinkat, illetve a gyermekek ruháit alaposan meg kell tisztítani. A következő ilyen sztereotípia, ami megint csak elterjedt dolog, hogy hát tiszta vagyok én, ugyanabban a kádban fürdetem az állatot, mint magam, tessék megnézni, doktor úr, semmi baj nincs vele. Igen, ez is nagyon szép dolog, csak az a helyzet, hogy nem mindig úgy alakulnak az életszituációi, hogy azonnal utána ki tudjuk fertőtleníteni ezt a kádat, illetve nem mindig jut eszünkbe ez a dolog, később aztán a kutya, macska automatizmussá teszi ezt a dolgot, és saját maga is bemászik akkor a kádba, amikor mi erről nem tudunk.
Ahogy az ember idősödik, immunrendszere is gyengül, és bár sokak maradnak egyedül egyetlen hű társukkal, nem szabad nekik megadni a teljes szabadságot a későbbiekben sem. Ezek a problémák ott lehetnek a mindennapjainkban, és a betegségek ellen a legjobb a megelőzés, ahhoz pedig a rendszeres állatorvosi vizsgálat szükséges. A Nyugdíjas Egyetem következő alkalmával dr. Szigeti Cecília tart majd előadást, a programsorozat márciusi előadását pedig hamarosan televíziónk műsorán is megtekinthetik majd. A múlt héten sikeresen lezajlott az ifjúsági katasztrófa védelmi verseny helyi fordulója Moson-Magyaróváron, amit a kirendeltség munkatársai a tűzoltó laktanyában rendeztek. A Moson-Magyaróvári versenyre 14 általános iskolai és 7 középiskolai csapat nevezett. 8 állomáson kellett bizonyítaniuk a diákoknak, a feladatok között katasztrófa védelmi ismeretek és térképismereti teszt, kitelepítési csomag összeállítás, mentőkötél felszedés, tűzoltó sugárszerelés, nyolgátépítés szerepelt. Az általános iskolások közül idén legjobbnak a Dunakiliti általános iskolások szomjoltók csapata, míg a középiskolások közül a Hunyadi iskola véraláfutók csapata bizonyult a legjobbnak. A szlovák junior válogatott elleni edzőmérkőzésen két ifjúsági játékos kapott lehetőséget, hogy bemutatkozzon a felnőtt csapatban, tájékoztatott honlapján az MKC. Olá Bella és Szalai Zsuzsanna után Barti Nikolett, valamint Lázár Jázmin is pályára lépett az NB1 B-s gárda tagjaként. Röviden a szerdai időjárásról. Egy meleg front éri el hazánkat, ami borongós, helyenként csapadékos időjárást hoz. Megélénkül a légmozgás, Moson-Magyaróváron és környékén 13 fok körüli hőmérsékletet mérhetünk. Kedves nézőink, ezek voltak a nap legfontosabb hírei. Most a Napról Napra című műsorunk ismétlését nézhetik meg. Friss hírekkel legközelebb szerdán 19 órakor jelentkezünk. Viszontlátásra!